Sziasztok, köszöntök mindenkit a mai adásban. Ma egy picit filozofálni fogunk azzal kapcsolatban, hogy Chris Metzen visszatérése fog-e valamit a World of Warcraft világában, illetve a Warcraft világában jelenteni számunkra, illetve várhatunk-e valamilyen nagyobb bejelentést a BlizzCon idei évi eseményéről. Chris Metzen visszatért a Blizzardhoz állandó munkakörben, ezt már tudjuk. Az alkotó művészeti igazgatói pozíciót vállalta el, hogy a Warcraft univerzumot egy fényes és sikeres jövő felé vezesse. De milyen is lehet ez a jövő? Mennyire valóságos a gyakorlatban? Hadd gondolkodjunk el ezen egy kicsit, és mérlegeljük, milyen valóságos ez a kilátás. A Warcraft univerzum maga önmagában nem volt eredeti, inkább az ellenkezője. Azok az alkotók, akik az alapokat letették, mint például Ron Miller, Samwise Gamgee, Alan Edman és néhány más fejlesztő, mindig őszintén elismerték, hogy más játékokból, például a Warhammerből és a Dungeons & Dragonsből merítették inspirációjukat, és használták ezeket az alapokat saját világuk megalakításához. Azonban az, ahogyan a kreatív elmék a fantasy és a valós idejű stratégiai játékok műfajában az előképekből való utánzásokat megalkották, az a következő években maga vált etalonná és klasszikussá. Különösen a Warcraft 3, Chaos és a Frozen Throne kiegészítő elérte, hogy a Warcraft a világ egyik legnépszerűbb játék univerzumává váljon. A Warcraft világában ebben a népszerűség fényében kiadott a World of Warcraft egyértelműen jól járt. Maga is vonzó és sajátos jellegzetességekkel rendelkező játék volt, ami lehetővé tette, hogy a korábban nehezen hozzáférhető, bonyolult és nem mindenkinek való MMORPG műfaj széles közönség elé kerüljön. A WoW csúcsidőszakában körülbelül 12 milliós játékos játszotta, a játék piaci uralma más fejlesztők és kiadók számára megfoghatatlan rémálommá vált. A majdnem 20 évvel ezelőtt indított tartalomgyártó gép ma is működik, és 2023. novemberében a BlizzConon bejelentik a 10. kiegészítőt, azonban a World of Warcraft online verzióján kívül az adott világában az elmúlt 20 év során alig történt esemény. Például kiadásra kerültek spin-off játékok, mint például Hearthstone, a Heroes of the Storm, a Warcraft Rumble, amit a Warcraft világát más alternatív nézőpontból vizsgálták meg, de nem adtak jelentős lendületet a játék fejlesztéséhez és fejlődéséhez. Emellett újra feldolgozott változatok is megjelentek a régi játékokból, mint a WoW Classic, a Warcraft 3 Reforged, amelyek lehetővé tették a játékosoknak, hogy újra megtekinthessék a jól ismert és szeretett, általuk szeretett elemeket, de újat nem hoztak. Természetesen kijött a WoW-hoz több kiegészítő, amelyek bővítették az univerzumot. Összehasonlításképpen 2000 óta a Star Wars univerzumban összesen 32 játék jelent meg, beleértve a belső nézetű lövöldözős, tehát FPS játékokat és a kalandjátékokat, RPG-ket, szerepjátékokat, valós idejű stratégiákat, online szerepjátékokat és szimulátorokat. Messze nem mindegyikük volt remek játék, amely magas felhasználó értékeléseket kapott, de köztük volt néhány gyöngyszem is. A Warcraft univerzum nem tud dicsekedni ilyen gazdag és sokféle játék kínálattal. Amikor szeptemberben a Blizzard hivatalosan is megerősítette a közösség pletykáit, miszerint a veterán Chris Metzen ismét a Warcrafton dolgozik állandó munkakörben, mint az alkotó művészeti igazgató, aki meghatározza az egész franchise irányvonalát, sok játékos első gondolat az volt, bárcsak Metzen kibővíteni a Warcraft világát, bárcsak indítani egy teljes sorozatot új projektekkel különböző műfajokban. Az erőforrások megszerzése már nem tűnik olyan alapvető problémának, figyelembe véve, hogy a Microsoft nemrégiben megszerezte a gazdag Activision Blizzard céget. Néhány játékos például régóta áhítozott egy csúcsminőségű kalandjátékra a Warcraft világában, hasonlóképpen, mint a God of War utód, a 2022-es Ragnarök. Lenyűgöző harcrendszer, a magában ragadott történet, a jól kidolgozott karakterek, helyszínek és történetek, a stílusos grafika és a Blizzard figyelmára részletekre lehetővé tenni, hogy ebből egy igazi kasszasiker és sikerjáték szülessen. Az az egy gondolat, hogy milyen lehetőségek mennek veszendőbe, elszomorítja a képzeletünket. Sajnálatos, hogy a Blizzard számára már évek óta rendelkezésre állnak az erőforrások egy ilyen blokkszámú játékhoz, azonban túl gyakran költik őket egyhangú szolgáltatás játékokra, amelyek legfeljebb kellemes időtöltésként szolgálnak számunkra, noha valóban mély és komoly merülést tehetnének a Warcraft világában, de úgy tűnik, hogy nem akarnak, vagy nem akartak eddig. Mások pedig modern változatát szeretnék játszani a Warcraft univerzumban a valós idejű stratégiai játékoknak, olyan epikus művekkel, mint a Starcraft 2 és a Warcraft 3, Warcraft 4, és bár a Blizzard RTS veteránjainak többsége jelenleg a Frost Giant és más stúdiókban dolgozik, ismét ott van a Microsoft, akik képesek lennének megtalálni a megoldást, ha saját erőforrásaik nem lennének
elegendőek. Lehet elmélkedni a lehetséges projekteken, a World of Warcraft újraindítás terén izgalmas lenne, ha figyelembe venni azokat a tanulságokat, amelyeket a Blizzard az elmúlt 18 év során elsajátított, és megszabadulna a hibás örökség részeitől. Néhányan World of Warcraft 2-ről is álmodoznak, egy modern motorral, grafikával, cselekménnyel és játékmenettel, ugyancsak könnyen elképzelhető egy olyan szerepjáték, amiben a játékosok egy izgalmas helyi történetbe vesznek részt, egy földhöz ragadott nézőpontból, nélkülözve bármilyen frakcióhoz való tartozást, de megismerve különböző képviselőit, akik felfedeznék sajátosságokat, erős és gyenge oldalaikat. Metzen irányítása alatt mindezek nagyon méltóvá válhatnak. Warcraft a BlizzCon 2023-on. Azonban a jelenlegi helyzet alaposan és őszinte megfontolás arra késztet, hogy erősen kétségbe vonjuk azt a gondolatot, hogy Chris Metzen valami jelentős bejelentést tesz-e a Warcraft 2023-as BlizzConon. Egyrésztről viszonylag rövid ideje tért vissza a vállalathoz, és az esetleges nagy ötleteknek, ha voltak is ilyenek, alig ha volt idejük komoly fejlesztésre, hogy bemutathatók legyenek a játékosoknak. Másrésztről pedig a Microsofttal csak most zárult le a szerződés, és Bobby Kotick, aki híres a gyakorlatias hozzáállásáról, továbbiakban is vezeti az Activision Blizzardot az év végéig még. Tehát a Warcraft univerzum sajnálatos módon továbbra is alapvető figyelmetlenségekben maradhat. Természetesen a kiállítóson mindenképpen bemutatnak majd újdonságokat az aktuális és a klasszik World of Warcrafthoz, a Hearthstonehoz, a Warcraft Rumble továbbfejlesztéséhez, de nagy meglepetésekben sajnálatos módon nem biztos, hogy részünk lesz, és csak reménykedhetünk, hogy a Microsoft vezetése alatt a következő években ez megváltozik, mivel hatalmas a Warcraft potenciája. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, szép napot, sziasztok!